Ha utazunk, mindig legyen nálunk folyadék. Nálam mindig van. Tropikál, Aloe Vera. Lapulj a források tiszta fenekével. Csímulj az üveglapba rejtőzze gyémántok fénye mögé. Megújult a pusztító gély. Mercedes G-osztály 63 AMG. Hatásvadász litányunk, ami a külsejét illeti helytálló, de a viselkedése már korán sem az a csapongó német technó, mint amilyen az előbb modellé volt. A legújabb G állítható felfüggesztést kapott, és az első futóműve nagyon hasonlít az S-osztályéhoz, vagyis kényelmesebb lett. Egyéb iránt az új G közel 180 kilóval könnyebb, mint a korábbi. 4000 köbcenti V8 biturbó, vagyis kisebb lett a motorja, mint az előzőnek, ami 5,5 literes volt. Ez a motor van a Mercedes legutolsóbb játékosában, az AMG GT-R-ben is, és azért csak 4000 köbcenti, mert állítólag a feletti hengerűrtartalomtól Kínában luxusadót kell fizetni. A kínaiak sokan vannak, szeretik a nagy autókat, és van pénzük. A kisebb V8-as erősebb lett, mint az előző nagyobb, 585 ló és 850 Nm. Bárhonnan is nézzük, túl sok. De nem baj, kell. Azt a mindenit. A padlógázra simán átmegy a másik sávba, bármikor. A Mercedes G, vagyis Geländewagen, magyarul terepjáró, 1979-ben született katonai célokra. A németek bevonták a fejlesztésbe az osztrák Steyr-Daimler-Puchot, és együtt meghatározták az irányelveket, melyek tartósság, egyszerűség, teljesítmény. Kockatestű barátunk sikeres lett, majd kultuszautóvá vált, és a mai napig Ausztriában, Grazban gyártják. Bár az új külseje nagyon hasonlít a legelső G-re, de ekkora változáson még sohasem esett át. A lemezek alatt szinte mindent megváltoztattak, mondhatni, hozzáigazították a kor követelményeihez. Csak úgy, mint az egész autó, az utastér is megnőtt, és a legszembetűnőbb újítás az S-osztályból ismert két hatalmas kijelző. Nemes anyagok, kiváltság mindenütt, avagy így lett a hajdani egyszerű katonai járműből luxusautó. Imbolyog még, nem tudja meg hazudtolni a fizika törvényeit, de jobb lett, mint az előző. Miért jó az, hogyha egy ilyen hatalmas kocka 4,5 másodperc alatt ér 0-ról 100-ra? Ez a 2,5 tonnás szögletes, majdnem úgy gyorsul, mint az AMG GT. Ennek semmi értelme, de pont ettől jó. Alkalmas lehet arra, hogy terepre menjen bele a gazdag tulaj, hiszen van benne felezőfokozat, meg 3 differenciálzár, de alkalmasint csak a fényezése 1,7 millió. Akinek van 50-60 milliója autóra, azt valószínűleg nem fogja érdekelni a fogyasztás, de a többségnek azért elmondanám. Ha éppen nincs rá szükség, akkor 8 hengerből 4 lekapcsol, és olyankor beéri olyan 14 literrel, ami ekkora teljesítménytől dicséretes. Ha pedig tapossuk, hát akkor a fogyasztás dicsőséges. Miért fehér mostanában minden Mercedes? Úgy néz ki, mint egy eszkimó kunyhó. Egyébként szép. Katonai gépezet, sportautós teljesítménnyel, luxus kivitelben. Ennek mi értelme, de tényleg? De ha nem keressük az értelmét, akkor rájövünk, hogy ez a nagy kocka bizony nagyon jó, és nem hiába lett kultuszautó. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportrádió YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!